Zebrát festettek fel a Bányász utca és a Horváth Mihály utca kereszteződésében, így már biztonságosabban közlekedhetnek a járókelők. Az új zebra mellett mintegy 30 méteren a járdát is felújították. Régi vágya teljesült a Martinovics utca, Kinizsi utca, Tabán utca, illetve Bányász utca utcán lakóknak, mert elkészült végre a Horváth Mihály úton az új zebra, itt a Bányász utcánál, és hozzá csatlakozik még egy kb. 30 méteres járdaszakasz, amit előzőleg egy lakás elbontása folytán egy nehéz gép összetört, és ezt újítottuk fel, illetve teljesen új járdát kapott. Nádas Sándor önkormányzati képviselő azt is hozzátette, hogy a zebra kialakításához számos engedélyt kellett beszerezni, ezért sikerült csak most felfesteni. Fehér Jánosné azt mondja, régóta szerette volna, hogy legyen egy átkelő ezen a szakaszon. Rengeteg szülő jár keresztül rajta, idősek és fiatalok és gyerekeket. Itt az oszoda, iskola, bölcsöde, üzlet, tehát, és itt abszolút nem volt gyalog átkelő, ahol át tudnának menni a gyerekekkel fel. Tehát nem lehetett egyszerűen átjárni a sok autó miatt, és ezért nagyon örülök neki, hogy Nádas úr megcsinálta. Nádas Sándor képviselőt azzal a kéréssel is megkeresték, hogy helyezzenek el egy padot az útszakasz mellett, annak érdekében, hogy az idősek a temetőbe menet megpihenhessenek. Így nem csak új zebrával és járdával, de egy új paddal is gazdagabb lett a környék.